Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Varga Szintia vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Népművészet, ékszerkiállítást tolnám. Civilek nélkül kiüresedik a település. Tóth Györgyi, a cél a város pezsgő kulturális életének megteremtése. Röplabda, korosztályos lányforduló tolnán. Népművészeti szakmai konferenciát rendeztek Tolnán. A rendezvényen népi iparművészek előadásokat és kiállítást tartottak. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület 1996 óta fogja össze a térség alkotóit. Népművészeti szakmai konferenciát rendeztek Tolnán. Az eseményen többek között a hímzés minták alkalmazásainak lehetőségeiről tartottak előadást. A napot ékszerkiállítás zárta. A népművészet napjainkban folyamatosan változik, mondta Komjáti Tamásné, a Tolna megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Ahogy a gazdaság változik, ahogy az életmódunk változik, úgy változott mindig is, és változik most is igazából a népművészeti tárgyaknak az elkészítési módja. Csak arra gondolunk, hogy az alapanyagok mások, másfajta berendezést használunk, másfajta ruhákat viselünk, ezekhez, ha most témánál akarunk maradni, akkor másfajta ékszereket használunk. Tehát ezek mind-mind változást hoznak a tárgyalkotó népművészek munkájában. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület 105 fővel rendelkezik. Fontos, hogy az alkotók tovább képviseljék hazánk örökségét, a technikai és a technológiai tudást tovább adják, mondta az elnök. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy a népművészeink, vagy hát a népiparművészeink, meg az alkotóink keressék meg, tanulmányozzák a régi örökséget, és abból kiindulva próbáljanak meg új tárgyakat készíteni, ami a mai lakáskultúrában, a mai embereknek használható módon tudnak találni. Az egyesület célja a fiatal korosztály számára népszerűsíteni a művészetet. 8. alkalommal szervezte meg a Tolna megyei Népművészeti Egyesület a Berekai Éva országos népi ékszerkiállítást és konferenciát. Az esemény már több mint 2 évtizedes múltra tekint vissza. A rendezvényen népi iparművészek tartottak előadásokat, majd ékszerkiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Berekai Éva országos népi ékszerkiállítást és konferenciát. A nap Nagy Gyöngyi népi iparművész előadásával kezdődött, melynek témája a hímzés minták alkalmazásainak veszélyei és lehetőségei voltak, mondta Komjáti Tamásné, a Tolna megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Nagyon szeretnénk, meg ahogy lehetett is hallani, egy pár beszédet szerettünk volna az alkotókkal létrehozni, és azokra a veszélyekre felhívni a figyelmet, amelyek az alkotás közben, avval, hogy a hímzés mintákat veszik át és dolgozzák fel a gyöngyfűzésben, hogy ott mire kell ügyelni, milyen buktatói vannak egy-egy tevékenységnek. Nagyon szépen bemutatta Gyöngyi annak a folyamatát egyébként, hogy amikor valaki eldönti, hogy egy hímzés mintát visz át egy gyöngyszövésbe, akkor milyen kutató munka előzi meg, milyen fázisokat kell szépen végig gondolni és végigvinni ahhoz, hogy abból tényleg egy minőségi használható tárgy készüljön. Az előadásokat a délutáni programban ékszerkiállítás megnyitó követte a Tolna megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. A műtárgyakat 3 kategóriában lehetett nevezni. A kiállított tárgyak Tolnán 2 hétig lesznek láthatóak, mondta az elnök. 3 kategóriában hirdettük meg a pályázatot, a hagyományos kategóriában, az újra gondolt népiparművészeti kategóriában és a férfi ékszer kategóriában. Nagyon szép munkák jöttek be az alkotóktól.
háromtagos zsűri bírálta el a munkákat. Nagyon örvendetes volt, hogy az előző évekhez képest igazából sokkal több férfi ékszer került bemutatásra, és kerülhet kiállításra, és nagyon az előző évekhez képest ugye túlnyomó részt gyöngyalkotások voltak, most szaruból, csontból, részből, tojássárgájából, nem is tudom még, gyümölcsmagból, mindenféléből készítettek nagyon szép kis medálokat, karkötőket és nyakláncokat, óraláncot például a szarulból a férfi ékszernek. Tehát nagyon kinyílt a pályázóknak a fantáziája, és kicsit megmutatta azt, hogy régen a paraszti világban milyen leleményesek voltak az emberek, és mennyi mindent tudtak felhasználni a saját maguk díszítésére is. A rendezvény 22 év alatt nagy fejlődésen ment keresztül. Hogyha a legelsőre visszagondolok, ott szinte csak fűzött gyöngyök voltak, valamint talán lószőrből készült ékszerek, és egy-két kovácsolt vas ékszer, amit egy szekszárdi egyesületi tagunk készített. Nagyon nagy fejlődésen megy keresztül egyébként a gyöngyfűző társadalom is, és hát a nagyszerű, hogy bekapcsolódtak igazából kovácsok, szarufaragók, fafaragók is, akár csuhészalma készítők is a pályázatba is elkezdtek ékszerekben, népi ékszerekben gondolkodni. Gosztonyi Zoltán, kaposvári faragómester, népi iparművész alkotásai is megtekintetőek voltak a kiállításon. Hát a férfi ékszer kapcsán az gondoltam, ami férfias jellegű dolog legyen, tehát nem egy agyon díszített karcot, ugye kedvenc díszítő elemeim az életfa, a szarvas, a virágok, a madarak, tehát ezeket mind lehet karcolni. Ez egy érdekes somogyi technika, amit én használok egyébként, ez a karcolás. Viszont amit most a férfi viseletbe választottam, ez egy szarvas, nyakba való szarvas lenne, mégpedig az Alföldön nemrég ásatásból előkerült szkita szarvasnak a motivumvilága tetszett meg, és egy kicsit tovább gondolva ezt alkalmaztam erre a nyakba valónak. És még egy kicsit, ugye a csont az egy fehér alapanyag, tehát egy rikító, és női ékszerként remekül mutat, de úgy gondoltam, hogy egy picit patinázok rajta. Tehát egy vadonatúj darab, de úgy néz ki, mint legalábbis úgy szerettem volna, hogy úgy nézzen ki, mint egy kicsit régebbi, egy agyon használt és mindennapos használatra alkalmas ékszer legyen. Jókainé Gombos Beatrix egy különleges tojás ékkő kollekcióval pályázott a kiállításra. Én tulajdonképpen, mint néprajzos, néprajzkutató vettem ebben a munkában részt. Nagyon különleges adatokra találtam. Gyimesben, Háromszéken egy-egy pici kis töredékes adat vonatkozott arra, hogy a húsvéti tojást, hogyha a legény 7 évig megőrzi, az összeszárad belülről. És utána, ha ezt feltöri, a fehérje, mint hogyha borostyánná változna, egy különleges anyag keletkezik, és ezt, hogyha megmunkálja, akár gyűrűt is lehet belőle készíteni, és a lány, akit meglocsolt és ajándékként kapta ezt a tojást, tulajdonképpen egy szerelmi ajándékként egy jegygyűrű formájában tudja ezt viszonozni. És nagyon kíváncsi voltam, hogy ennek a történetnek van egyáltalán fizikai alapja, mi ez az anyag, ez a kicsapódott tojásfehérje, hiszen tudjuk, hogy főtt tojásról van szó húsvétkor, ami keletkezik a sok év összeszáradás után. És ekkor fordultam Fehér Vilmoshoz, hogy keressünk ilyen tojásokat, és nézzük meg, hogy valóban ez csiszolható, alakítható-e. És így első körben egy gyűrű készült el, majd utána, amikor láttuk, hogy valóban megmunkálható ez az anyag, akkor egy karperec és egy hajfésű is készült, és ezt nyújtottuk be erre a pályázatra. Mindenképpen szeretnénk tovább folytatni ezt a kísérletet, hiszen szeretnénk magát az anyagot is jobban megismerni, hogy tudjuk ezt mi magunk is már tudatosan előállítani. Mennyi ideig kell főzni a tojást, hány évig kell őrizni, milyen hőmérsékleten, milyen páratartalomban tárolni, hogy ez valóban felhasználható legyen. Tehát egy fizikai, kémiai kísérletezés fog következni.
A szervezők az eseményt a szokásokhoz híven 3 év múlva tervezik újra megrendezni. A civil közösségek a helyi identitás letéteményesei. Ezért is fontos, hogy sor került az egyesületek bemutatására egy civil nap keretében. A találkozón számos civil szervezet említette problémaként a tagság idősödését, az utánpótlás hiányát, de akad néhány olyan egyesület is, ahol ez nem gond. Első alkalommal rendezték meg Tolnán a civil napot azzal a céllal, hogy mindenki bepillantást nyerjen a tolnai egyesületek életébe. Első alkalommal kerül megrendezésre a tolnai civil nap. 14 civil szervezet jelezte, hogy szeretnének részt venni a programban. Nagyon széles spektrumon mozognak a civil szervezetek tevékenységei a városban. Körülbelül 60 civil szervezet működik, és ezek közül van itt most jelen 14. Bemutatkozott többek között a Vándorló Szépkorúak baráti köre is. 2017-ben alakult 6 éve, olyan célra alapítottuk, hogy az idős embereket a mindennapi magányukból kiszólítjuk, közös programokat szervezünk nekik, minél többet együtt legyünk, és olyan programot, amiket könnyen elérnek, nem kerül sok pénzbe, el tudnak velünk jönni akár egy fürdésre, akár egy kirándulásra. Nagyon-nagyon gazdag az éves programunk, sokat megyünk fürödni, ahogy az előbb említettem, voltunk az idei évben a parlamentben, most egy hónapja, és a parlament mellett megnéztük a zeneházát. Ez volt egy szerdai napon, és akkor ugyanazon a héten még elmentünk még egy budapesti kirándulásra, akkor a Dunapart közeli épületeit néztük, a Szent István bazilikát megnéztük, a Vigadó teret megnéztük, és akkor utána elmentünk egy másfél órás hajóúttal elmentünk Szentendrére. Szentendrének a érdekességeit megnéztük, és utána kimentünk a skanzenbe, ott töltöttük egy egész napot. Bíznak benne, hogy az eseménynek köszönhetően sikerül újabb tagokkal bővülni, illetve ezzel együtt új közösségek alakulhatnak a városban. A csoportnak a létszáma jelenleg 76 fő. Most ez egy nagyon-nagyon jó alkalom, hogy egy standot alakítottunk ki, és akit érdekel a csoportnak, vagy hallott a csoportról, tudunk neki adni egy tájékoztató anyagot, és akkor szeretnénk fiatalítani a csoportot. Nagyon-nagyon sok olyan idős csoporttársunk van már, 80 és 90 év között van, akik már nem tudják velünk vállalni az utat, és szeretnénk fiatalítani a csoportot, és tudnának velünk jönni, megismernék a csoportnak a működését, sok-sok új barátot tudnának szerezni, és jó érezzék magukat velünk. A jó hangulatú rendezvény keretében kuglósütő versenyre is sor került, kevert és kertészta kategóriában. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jó
jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, DeFerenc utca 5. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Folytatjuk is a Telena magazint. Tóth Györgyi postás dolgozóként kezdte, jelenleg a Tolnai Kulturális Központ vezetője. Bár 32 éve tolnai lakos, büszkén vállalja gyütmentségét. Fontos célja a civil szervezetek és egyesületek munkájának segítése, a város pezsgő kulturális életének megteremtése. Egy nagyon-nagyon kis faluba születtem Gerjemben, itt a közelben, a Dunaparton. Az egész gyerekkoromat meghatározta a Dunapart és a szabadság. Majd az iskoláimat, általános iskolámat ott befejezve Dombóváron érettségiztem az Apácaiban. Ezután elkezdtem dolgozni, majd körülbelül 30 éves korom után gondoltam, hogy egy váltásra van szükség az életemben, és ekkor jelentkeztem a Bajai Eötvös József Főiskolá művelődés szakára, és a főiskola befejezése után először a Mözsi Művelődési Házban kezdtem el dolgozni művelődés szervezőként, majd Bogyiszlón dolgoztam egy pár évet, ezt követően Szekszárdon a Művelődési Intézet Tolna vármegyei igazgatóságának voltam közművelődési referense, és idén április óta vezetem a kulturális intézményt itt a városban. Annak ellenére, hogy úgy érzem, hogy nagyon sok embert megismertem, viszonylag ismerem a városnak a történelmét, de nyilvánvalóan nem ismerhetem meg olyan szinten, mint aki itt gyökerezett, aki itt nőtt föl, és ezért van ez a mondás szerintem nagyon sok helyen az országban gyűjtment, és én ezt büszkén vállalom. Mert annak ellenére, hogy gyűjtmentnek, apostrofálnak engem, én azért már a 32 év alatt úgy gondolom, hogy tolnaivá váltam. És ennek szellemében próbálok élni, mint tolnai, a tolnai közösségeket segíteni, tolnai közéletbe szerepelni, ha éppen arról van szó. Én Mözsön kezdtem el dolgozni a művelődési házban. Ez egy elég furcsa helyzet volt akkor, mert ugye a mözsi település rész az egy sváb település rész. Nagyon-nagyon több nemzetiség él, de kimagaslóak a mözsi sváb hagyományok és a mözsi sváb kultúra. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon kedves emberek, így utólag már bevallhatom, hogy nekem 2 éven került az, hogy engem ott befogadtak. De ez a befogadás annyira jól sikerült, hogy ez a mai nap is egy élő kapcsolat van közöttünk nagyon-nagyon sok mözsi emberrel. Volt egy városi rendezvény, akkor még úgy hívták, hogy Telena Fesztivál, és
teli hibával, csetlés, botlással, nekem, mint külső szemlélőnek is feltűntek a hibák, és úgy gondoltam, hogy ezt biztosan lehet jobban tenni, és hát ennek az a módja, hogy akkor egy picit vissza kell ülni az iskolapadba, és akkor visszaültem az iskolapadra, padba, bejárni a főiskolára, és akkor megtanultam ennek a csinyát-bínyát, hogy lehet jól csinálni. És hogy lehet jól? Hogy lehet jól? Gyakorlatilag nagyon nagy nyitottság szükséges hozzá, rengeteg empátia, nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni emberekkel, ismerni kell a helyet és a környezetet ahhoz, hogy együtt tudjunk működni. És hát nagyon sok türelem, nagyon sok kitartás, így minden így együtt. Kapcsolatban élek 32 éve, párom már nyugdíjas, van egy közös gyermekünk, 26 éves, leány Eszter, ő a Szekszárdra járt az I.S. Gyula a főiskolára, és most jelen pillanatban éppen múlt hét óta ott dolgozik a rektori hivatalban. Visszatért legutolsó tanulmányai helyszínére, mint dolgozó. Én úgy gondolom, hogy egy 12 ezer fős, közel 12 ezer fős településnek is nagyon nagy szüksége van pezsgő kulturális életre, és az infrastruktúra fejlesztések mellett ugyanolyan súlya kellene lenni a kulturális közösségi életnek, ahhoz, hogy itt az emberek a településen jól érezzék magukat, és én eszerint szeretném tenni a dolgomat. Jó pár új programot vezettünk be az idei évben, ez tekinthető egy kísérleti évnek is, megnéztük azt, hogy a közönség mennyire vevő ezekre az új programokra, illetve a nyár folyamán készítettünk egy kérdőívet, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy mivel is töltik a tolnai lakosok szabadidejüket. Megtörtént a kérdőíveknek a kiértékelése. Ez is nekünk ad egy támpontot arra vonatkozóan, hogy milyen típusú programokat szeretnének, inkább a szórakoztató jellegű programokat, hogy hol szeretnék, hogy ezek a programok megvalósuljanak. Ez is kijött, hogy amikor megjön a jó idő, akkor szabadtéri rendezvényeket szeretnének, és hál' Istennek nagyon szép szabadtéri közösségi tereink vannak. Gondolok itt a Hősök terére, illetve az Altaripa szabadidőparkra. Úgyhogy amint megjön a jó idő, megyünk egy-egy programba a Kiaruma partra, illetve a Hősök terére. A Magyar Röplabda Szövetség régiós utánpótlás bajnokságának keretében rendezték meg Tolnán az U17-es korosztály számára a verseny második fordulóját. A környékről 5 csapat érkezett. A tolnai Szekszárdi Vitál SM mellett a bajai, dombóvári, pécsi és kalocsai egyesület is jelen volt. A nap első mérkezésén a Vitál SM győzte le a bajaiakat, így 2 forduló után ők vezetik a bajnokságot. Az U17-es lány korosztály számára rendezték a röplabda bajnokság második fordulóját Tolnán. A bajnokságban a csapatok erőssége eltér, de mindegyik csapat sokat tesz a fejlődésért, mondta Herczig Gábor, a Vitál SE edzője. Úgy gondolom, hogy korosztályban jó csapat nagyon a Kalocsa, velük nagyon jó meccset játszottunk, hát ott egy minimális különbség volt a két csapat köz, 3-2-re nyertünk. A Baja és a Dombóvár most egy kicsit le van maradva, tavaly nekik is jó csapatuk volt, tehát ott sima 3-0-es meccseket játszottunk. A Pécs is jó lesz, ő még egyelőre nekik új ez a bajnokság, sokan jöttek a fiatalok közül föl ebbe a korosztályba, úgyhogy egyelőre mi vagyunk, akik nagyon jó teljesítünk.
Az edző szerint a lány utánpótlás vonal erősebb, mint a fiú. Ennek egyik oka, hogy a női szakág sokkal több csapattal rendelkezik. A Tolnai Szekszárdi Egyesület 17 év alatti korosztály mellett rendelkezik még U20-as csapattal is. A 15 év alatti korosztály pedig januárban fog becsatlakozni a versengésbe. Az edzéseket megnehezíti, hogy a csapat egy része Szekszárdon, másik része Tolnán edz. Az utánpótlás játékosokat fokozatosan kell felépíteni, mondta Herczig Gábor. Én még nem szeretném itt, hogyha nagyon specializálódnának, hogy ütő, feladó, libero játékos, hanem hogy még nálunk az U17-ben is az a lényeg, hogy minden poszton tanuljanak megjátszani akár, illetve a legegyszerűbb állásrenden játszunk, ez pont azért, mert nem mindig tudunk együtt gyakorolni, viszont az U20-as korosztály már egy bonyolultabb állásrenden játszik, ott már megvannak a speciális feladó, center, szélsőütő játékosok, úgyhogy megvan ennek a fokozata, és ezt próbáljuk felépíteni itt klubszinten is. A játékosok számára a cél a felnőtt első osztályú bajnokság elérése lehet. Hát ez nehéz ügy, ugye ki hova kerül utána a főiskola egyetem, tehát miután elballagott. A lehetőségük megvan rá, tehát megkapják azt az alapot, azt a képzést, hogy akár utána magasabb szinten is tudjanak játszani. Természetesen itt is azért az egyéni adottságoktól függ, de a jó sok játékosnak szerintem olyan jövője lehet akár, hogy első osztályi csapatban is játszhat. Babos Enikő, a Vitál SL játékosa, a bajaiak legyőzése után elégedett volt a mutatott játékkal. Lassan 3 éve röplabdázok, azt szeretem legjobban a sportban, hogy nem egyéni, és többen is lehet játszani, és leginkább ez csapatsport, szóval egymásra oda kell figyelni. Elkezdeni azért kezdtem, mert érdekelt, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom, és hogyha megy, akkor folytatom, hogyha nem, nem. Szerintem elég jól játszottunk, mert tavaly a csapat nagy része U15-ös csapat volt, és most nagyjából mindenki följött U17-be, és az U17-be meg kiöregettek nagyon sokan. És szerintem elég jól játszottunk, mindenki hozta a maximumot, és ezért sikerült nyernünk is. Az ellenfél bajaiak játékosa ezzel szemben csalódott volt, de bizakodóan nyilatkozott a jövővel kapcsolatban. Sajnos a pályán is azt éreztük, hogy fejben nem vagyunk teljesen ott, és amiket tudunk edzéseken is, meg az előző meccsen is, amiket nyújtottunk, hát nagyon a felét sem sikerült teljesíteni. Következő meccsre talán még jobban összeszedjük magunkat, és azon vagyunk edzéseken is, hogy a látott hibákat még jobban kijavítsuk. Szeretnénk minél jobb helyezést elérni, amiket tanulunk, nagyon szeretnénk azt, hogy meccseken is sikerüljön alkalmazni minél jobban. Főként ez is, hogyha azokat sikerülne minél jobban és minél többet alkalmazni, akkor elég jó látni. A csapatok legközelebb a harmadik fordulóban mérhetik össze tudásukat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!